Baszki, de kurva meleg van! Most viccen kívül! Ez a kezdés! Fú, basszeg, de most nem azt, mind a kettő fúj, mint az állat! Azt sem tudom, melyik a melegebb! Hú-hú! Hello! A hírig, srácok, össze fogunk hasonlítani egy Intel NVIDIA kombós laptopot egy AMD kombós laptoppal. Azért, mert már nagyon régóta kíváncsiak vagytok rá, hogy egyáltalán hogy is nézhetne ki ez összehasonlítva, mi a különbség köztük, gyakorlati különbség, nem feltétlenül technikai különbség, milyen az árkülönbség és milyen a teljesítménybeli különbség, ami szintén nagyon lényeges. Úgyhogy igyekeztünk a lehető legközelebbi összehasonlítást tenni, éppen ezért nem PC-kről van szó, mármint asztali PC-kről van szó, hanem hordozható PC-kről, tehát laptopokról van szó. Megpróbáltunk összehasonlítani két olyan gépet, amik nem csak, hogy felépítésükben hasonlítanak egymásra, kivéve, hogy más gyártja bele éppen a processzort és a videokártyát, hanem dimenzionálisan is, tehát konkrétan a ház, amiben vannak, a kijelző, amivel rendelkeznek, hogy minden feltétel hasonló legyen, a termodinamikai résszel kapcsolatban, a hűtéssel kapcsolatban, ami nyilván arra van hatással, minden szinten két egyforma gépet próbáltunk összehasonlítani, amelyik az egyik Intel NVIDIA-s, a másik pedig AMD-s. Na, de mi ez a gép? Itt láthatjátok a Heliosnak a 17-szoros 500-as sorozatát. Az egyiket Intel NVIDIA kék-zöld színekben, a másikat pedig nagyon pihos AMD Vega színekben. Térjünk ki a specifikációkra nagyon gyorsan. Nem akarok nagyon mélységekbe menni, de csak muszáj lesz, hogy legyen tiszta a verseny. Ha egyáltalán ez egy verseny. Hú, tényleg rohadt meleg van. De nem baj, ezt most ki kell bírni a tesztért! A kék-zöld versenyzünk. Az Inteles kollégában az i7-es 8750-es processzor van, míg az AMD-s verzióban a 2700-as Ryzen. Mind a kettőben 32 GB RAM van, mindkettőben 512-es SSD van, plusz 1 terabájtos merevlemezzel, amíg az NVIDIA-s versenyzőben van egy GeForce GTX 1070-es, addig a Ryzen-es kollégában egy Vega 56-os kártya van, mind a kettőnek Full HD-s kijelzője van, és mindkettő 144 Hz-es. Az Inteles NVIDIA-s modell természetesen G-Sync-kel van ellátva, míg a Radeonos modell FreeSync-kel van ellátva, tehát az esélyek viszonylag hasonlóak. Mielőtt beleugrunk a konkrét számokban, nézzük meg a gépet. Ez a gép egy gyöngyszem. Azt kell, hogy mondjam. Megmondom, miért egy gyöngyszem. Ő az a kisfiú a focipályán, akit senki nem választ be a csapatába, aki csúnya, ezért nem lóghat a menő fiúkkal, aki alacsony, kicsit köpcös, ezért nem szeretnek vele mutatkozni az emberek, nem is tud annyira nagyon jól futballozni, de ő neki nem is ez a lényege, hanem egyszerűen ő az a kurva okos gyerek, aki majd egyszer valami nagyon sokra fogja vinni, míg a többiek melóznak a mekiben. Miért is van ez így? Elmondom. Manapság mi a divat? Mit keresünk egy laptopban? Szeretnénk munkára használni, szeretnénk multimédiára használni, szeretnénk játszani rajta, nem szeretnénk 3 laptopot és 2 tabletet arra, hogy mindezt el tudjuk végezni, és keressük a legvékonyabb, a legszebb laptopot a világon, aminél ugye a legtöbb ember úgy köt ki, hogy kielkölt 1,5 milliót a legeslegszebb MacBookra, aminek a számítási teljesítménye valahol a Tetris és az 1-es Gameboy között van. Na de, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy általában design és tudás alapon döntünk, és ez alapján kötjük meg a kompromisszumainkat. Ha hiszitek, ha nem, ezt a point lelövöm, ez a laptop nem a legvékonyabb laptop, ez a laptop nem a legkisebb laptop, ez a laptop nem az, amivel be fogtok ülni egy tárgyalásra, hogy várj, megnyitom a jegyzettömbemet. Ez a laptop az, amit leraktok az asztalra, és a másik vége magasabbra emelkedik. Viszont nem kell kompromisszumot kötni. Menjünk is bele abba, hogy is néz ki ez a laptop. Igazából egy igazi gamer monstrum, amit én egyébként különösen szeretek. A szépség, az absztrakt, nagyon erős vonalvezetésben és a minél agresszívebb kivitelben van. Félre ne értsetek, egy picit lágyabb ez a vonal, mint az első néhány Predator sorozat volt. Megváltozott ugye ez a piros-fekete szín már nagyon régóta erre a kék-feketére, ami egy picit lágyabb, kicsit barátságosabb. A vonalak sem úgy néznek ki, mintha Optimus Prime összejött volna valamelyik fajta Lamborghini Aventadorral, és az egészből lett volna egy F-22-es Raptor vadászgép, ami amúgy a víz alatt is tud közlekedni, hanem egy normális laptop kivitelt látunk, ami néhány agresszívabb vonal van, és látjuk azt, hogy ez egy gamergép. 17-es lévén mindennek megvan a helye, aminek meg kell lennie, sehol nem kellett kompromisszumot kössenek a tervezők. Mindkét laptop egyébként ugyanolyan, amit esetleg a bírallakon, vagy például most láthattok különbségbe, az annyi volt, hiszen ugye a tökéletesség világában mindig ki kell rázzuk magunkat, az annyi, hogy az Inteles verzió az magyar billentyűzetes, míg a Ryzen-es verzió az USA billentyűzetes, és emiatt ugye ezen a hosszú enter van, illetve a hosszú i-nek nincsen hely, ezen a nagy tudjátok milyen enter van, és megvan a hosszú i-nek is a saját gombja. Ennyi a dizájnbeli különbség rajta. Viszont a billentyűzet mindkét esetben teljes méretű, a kurzor billentyűk mindkét esetben el vannak teljesen választva a billentyűzettől, ami nagyon fontos, az összes média billentyűnek van hely, ezen kívül még van 6 darab programozható gombunk is, illetve igazából 5 programozható gombunk és egy Predator gombunk, amivel behozzuk magát a Predator Sense-t, illetve egy bekapcsoló gombnak is egy teljesen korrekt, jó nagy hely jutott oda fönt. Bár még mindig oldalra kéne rakni, és ezt annyiszor fogom elmondani, akárhányszor mondjátok, hogy miért mondom mindig. Ami nagyon klassz bennük, és az ilyen gamer gépeknél a bekapcsoló gomb mellett, ami nagyon fontos, hogy oldalt legyen, az, hogy a videókimenetek mindkét esetben természetesen hátul találhatók, tehát mind a DisplayPort, mind a HDMI csatlakozó hátul van, csak úgy, mint a töltőcsatlakozó. Tehát le lehet tenni úgy az asztalra a gépet, hogyha így rákanyaköltök mellé, akkor nem kábelek között kell levickelni. A másik nagyon fontos része a magának a kialakításnak, és azáltal, hogy ugye a kábelt és a videokábeleket is hátul vezetik ki, hogy ugyanakkor nem csak arra gondoltak, hogy oldalt ne legyenek útban a kábelek, hanem hogy oda lehessen mondjuk letenni valamit, aminek mondjuk hidegnek kell maradnia. Úgyhogy mindkét gép konkrétan hátrafelé fújja a hő legnagyobb részét, talán azt mondom mondjuk 85%-át, és maradék 15%-at pedig egy ilyen 20 fokban most, ahogy így állnak, így felém fújja. Tehát ha ide rak valaki egy hideg üdítőt, ne adj Isten sört, akkor mondjuk az 5 perc játék után nem fog felforni. Jó, tudom, hogy nekem vannak a legnagyobb problémáim a világon, de volt már egy pár gamer laptopom, és ez egy nagyon nagy gond. Csatlakozók szintjén nincsen kompromisszum, minden megtalálható rajta, amit csak kell. Amint mondtam, hátul ugye a legújabb DisplayPort csatlakozó, HDMI 2.0-as csatlakozó, bal oldalon két USB 3.1-es csatlakozó, ugye ez még a hagyományos USB-nél, jack és fejhallgató csatlakozó, a másik oldalon pedig RJ45-ös LAN csatlakozó, ez persze mindenféle killer 1000 gigabit, amit akartok, amit el tudtok képzelni, minden van rajta, még egy USB 3.1-es csatlakozó, illetve 2 darab C-típusú csatlakozó van rajta, USB-C típusú csatlakozó van rajta, és mindkettő Thunderbolt. A csatlakozó paradicsom és a multimédiás gyönyörből már csak az SD kártya csatlakozó hiányzik, ami igazából csak nekem mániám, de azt jó lett volna még látni rajta. De hát ugye, dangle szép az élet. A kijelzők mindkét esetben Full HD-s kijelzők, ahogy említettem, 144 Hz-el és az adott szinkronizációs rendszerrel, G-Sync, FreeSync, jó felemutatok, ez a lényeg. Viszonylag vastag kábályúak, egyébként azt látjuk, hogy a 144 Hz-es G-Sync per FreeSync-es monitoroknak egyébként mindig vastag kávái vannak, ezek már megszokott dolgok. Én azt gondolom, hogy ha egy monitor ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, akkor igazán elnézőek lehetünk a vastag kávával kapcsolatban, illetve ez a gép minden tekintetben elég nagy ahhoz, hogy ez lesz az utolsó dolog, ami zavarni fog titeket. Természetesen megtalálható a webkamera, a teljes méretű touchpad, egyébként sok esetben nagyobb méretű touchpad, mint a legtöbb gamergépen, mert manapság az is divat, hogy nem elég, hogy minél vékonyabb egy gamergép, hanem azért a díjért harcolnak a 2019-es CES-en a nagy gamergyártók, hogy kinek sikerült a legelbaszottabb helyre besúvasztani a touchscreen-t, ami amúgy touchpad. Vagy trackpad, az, amit tapogatsz. Egyébként külön gombjai vannak, ezt úgy nem, komolyan. Azt akarom hinni, ezt is mondtam már sokszor, hogy az éterben a hangon vízhangja kikötött valakinél, és azóta nem találkoztam gamergéppel, miután 7 milliószor elmondtam, hogy külön gomb kell. Nem a trackpadet nyomkodjuk, azóta mindegyik külön gomba van. Ennyi. Semmi igazom hozzá egyébként. Na, de lássuk is a lényeget. Néhány dolgot tisztáznunk kell, mielőtt belemegyünk a magába a benchmarkokba és magába abba a tesztbe, amire amúgy kíváncsiak vagytok. Nyilvánvalóan gyakorlati tesztekkel próbáltuk nektek megmutatni a különbséget, nem feltétlenül benchmark szkórokat szeretnénk összehasonlítgatni. Jani, minden hőmérséklet, amit lemértél. Igen. Rövid-hosszú távon. Melyik a hidegebb gép? A hidegebb? Jó, ez a legbénább megfogalmazás. Melyik a hűsebb gép? Hát a GPU az mindkettőre ugyanolyan, de tényleg ugyanaz. A CPU-ba az Intel az melegebb. Jobban melegszik az Intel. Ennek igazából semmilyen gyakorlati haszna nincsen, és valójában a benchmarkokra sincsen komolyabb hatással az, hogy az Intel fut melegebben, csak egy csúnya gúnyolódási pontot szerettünk volna egy nagyon picit megszúrni, ami az interneten divatos. Még egy nagyon fontos dolog van a melegségen kívül. Az, hogy legyetek tisztában azzal, hogy igaz, hogy a processzor típusait elmondtuk nektek, de most nem akarjuk azt, hogy google-özzetek, mert a végén még általánik a kis újatok. Tehát az Intel processzor, az egy 6 magos, viszont hyperthread-es processzor, aminek az alapórájára 2,2 GHz, viszont egészen 4,1-ig tudja turbózni magát, ami egyébként egy nagyon hasznos dolog, hiszen ugye nem pörgeti szét magát, miközben megpróbáljátok kiguglizni, hogy melyik processzor melyik, viszont amikor kell, akkor oda kenni neki. Valószínűleg az, hogy alapvetően a maga a chip ekkora turboklokkot kapott, tehát ennyire fel tudja turbózni magát, valószínűleg amiatt lehet az, hogy ugyanazzal a hűtéssel mégis egy kicsit több hőt produkál, mint a Ryzen verzió, de ebben most nem akarok belemenni, mert ez nem az én dolgom, hanem a mérnököké. Míg a Ryzen alapból 3,2 GHz-en fut, és 4,1-ig tudja turbózni magát. Tehát igazából turboklokkban teljesen hasonlóak ezek a processzorok, és amúgy mind a kettő húzható. Még egy utolsó dolog, amit hozzáfűznék a processzorokhoz, hogy amíg ugye ez egy mobil processzorra az Intelnek, addig a Ryzennek ez egy asztali CPU-ja. Tehát, mit is láttunk pontosan? Az eredmény, megmondom őszintén, a sokaknak lehet, hogy meglepő, számomra egyáltalán nem, és szerintem a legtöbb ember, aki benne van jelenleg a technológiában, számára sem meglepő, viszont két dolgot kell megnézzük. Pontosan mit láttunk, nagyon röviden, illetve mit jelent ez, picit hosszabban. Mit láttunk? Azt láttuk, hogy az Intel-Nvidia kombó valamennyivel jobban teljesít a gémekben, vagyis a videójátékokban, mint az AMD, Ryzen és Vega kombináció. Kezeljük ezt most tényként egyelőre. A másik dolog az, hogy mint workstation, tehát mint videószerkesztés, fotószerkesztés, videórendelés, 3D animációk, stb. A Ryzen teljesít jobban, ami szintén nem meglepő, amiatt, mivel hogy több fizikai maggal rendelkezik a Ryzen processzor, illetve alapból is magasabb az órajele, mint az Intelé, és ez a különbség tökéletesen látszik rendeléskor is, stb. Munkára abszolút ő a superior, gémre abszolút ő a superior. Na de, ami nagyon fontos. Mekkorák ezek a különbségek? Mind a gaming teljesítményében az Intel Nvidia-nak, mind a workstation teljesítményében, vagy munkára való használat, milyen szép, nem? A munka teljesítményében a Ryzen Vega kombinációnak valamennyi különbség van, valamennyivel jobban teljesít az Intel gamingben, a Ryzen munkában, viszont nem szignifikáns a különbség. Nagyjából azt mondom, hogy akkora különbség van, és olyan irányú különbség van, amire a legtöbb ember számított, tehát túl nagy meglepetés nincsen. A nagy meglepetés az, hogy eközben a Ryzen amúgy hűvösebb, mint az Intel, de most ez teljesen mindegy. Hogyan fordítjuk le magunknak ezt a dolgot, és hogyan értékeljük mi ezt a tesztet? Jobb-e gamingre az Intel? Nvidia kombó. Most Intelnek fogjuk hívni, őt meg AMD-nek, jó? Csak hogy legyen már egyszerűbb, mert... Tehát jobb-e az Intel gamingre? Igen, jobb. Annyi FPS megére annyi plusz költséget, illetve azt, hogy esetleg a munka oltárán feláldozunk valamit. Láttuk, hogy, rendelési sebességben, stb. Komolyabb a Ryzen, gamingben egy picit alul marad, viszont kedvezőbb áron meg tudjuk vásárolni. Ez felteszi a kérdést, hogy mi, nem győzöm hangsúlyozni, ebben az esetben nem arról beszélünk, hogy asztali PC-ben milyen processzort tegyetek, nem arról beszélünk, hogy asztali PC-ben milyen videókártyát tegyetek, ebben a konkrét esetben merre hajlanánk el? Attól függ, kinek kell ez a gép, hogy őszinte legyek, hogyha nagyon mélyen ebbe bele akarunk menni, és azt mondanám, hogy aki áskásabban munkára használja, az válassza a Ryzen-es gépet, és nagyon-nagyon jól fog járni vele, és a legtöbb jelenlévő laptopnál jobban fog járni vele. Árérték arányban. Konkrétan ezzel a Helios 500-zal. Ha valaki gamingre szeretné megvenni, akkor nyilván azt fogom ajánlani neki, hogy figyelj, válaszd az Intelt, mert azért csak jobb teljesítménye van, és valószínűleg nem egy évre vásárolod ezt a gépet, bárki tudja, és akkor talán egy picivel hosszabb távon lesz úgymond erős ez a gép. De ez így nem teljesen igaz. Az az FPS különbség, ami gamingben megjelenik, illetve az a workstation különbség, ami itt megjelenik, az teljes mértékben különbözik egymástól. Azért, mert míg ez az FPS különbség valószínűleg egy éven belül konkrétan el fog morzsolódni, hiszen a játékok olyan gyors tempomban fejlődnek, és az elvárás a PC oldalról annyira hatalmas nagy, hogy mindkét gép úgymond el fog maradni az új címektől, és ez a különbség, ami kettőjük között van FPS különbségben, kicsit elmorzsolódik. Viszont, amennyiben egy workstationnek szeretnénk használni ezt a gépet, és nekünk az a fontosabb, hogy mennyire gyorsan rendel ki egy videót, vagy akár egy színebencsen, hogy teljesít, vagy akár egy 3D modellezésben hogyan segít, abban egy év múlva is hasonló különbség lesz. Úgyhogy tudom, hogy nem annyira erős és kőkemény ez a teszt, hogy na most végre eldől, hogy mi fog történni, mint amilyen esetleg az emberek vártak, de ennek ellenére is azt gondolom, hogyha ennyi pénzt áldoztok egy notebookra, egy kicsivel hosszabb távon gondolkodtok, mint sem, hogy megy rajta az új Battlefield vagy sem, én a Ryzen-t választanám. Ha a 2018-as Helios 500-as modellekről van szó, illetve erről a kettőről itt. Mondjátok át ilyen véleményeteket. Milyen tapasztalataitok vannak a Ryzen-es laptopokkal, az Intel-es laptopokkal? Volt-e esetleg valakinek a keze alatt mindkettő? Illetve mondjátok el a véleményeteket erről a tesztről. Ti erre számítottatok-e? Zavar-e titeket ez a különbség? Vagy ti másképpen döntenétek-e, mint én? Annak fogok a legjobban örülni, hogyha minél többen vagytok, akik másképpen gondolják, mint én. Jó beszélgetést kívánunk a komment szekcióban. Ne bántsátok egymást, mert felesleges. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!